Van az, hogy Maros büszke arra, hogy egy ilyen rendezvénynek, egy ilyen nemzetközi konferenciának adhat helyet. Balmazújvárosi emberek az állattartásból éltek eddig is, és most is erre épül nagy részt az itteni embereknek a megélhetése. Ha csak annyit mondok, hogy Balmazújváros adja a Hortobágy örökös pásztorainak a javát, tehát a nagy többségét, akkor ez is egy jelzés lehet mindenki számára, hogy mennyire fontos a balmazújvárosi embereknek is az állattartás. Már 2012 tavaszán a Hajdúböszörményben tett látogatásom során is hangsúlyoztam az Fakszentvég szimbolikus jelentőségét. A német nagykövetség azóta is érdeklődéssel figyeli az Fakszentvég újjáélesztésére tett erőfeszítéseket. A nagykövetség a 2012-ben és 2013-ban itt a megyében rendezett szakmai vásárokon és kiállításokon is hangsúlyozta, hogy az Fakszentvég jelentősége bír a német-magyar kapcsolatok szempontjából is. Elődeik még álmokban sem gondolták volna akkor, amikor mindegy 700 éve ezelőtt elkezdték megalapítani az Fakszentvéget, mint kereskedelmi útvonalat a két ország között. Ezek a felmenőink a szószoros értelmében útmutató módon cselekedtek. Ma a kapcsolatok elsősorban az autógyártó iparágazat határozza meg, és hasonlóan a régi időkhöz most is arról van szó, hogy hogyan lehet megtenni a legjobban a két ország közötti hosszú utat, csak ma már a határokon átívelő logisztika autópályákon bonyolódik le. A kereskedelmi útvonal mentén pedig egy olyan kultúra alakult ki, amely szoros összefüggésben állt a szürkevonalon. Az elsődleges eszköze annak, hogy az embereket vidéken megtartsuk, az az, hogy munkahelyeket teremtsünk számukra. A mezőgazdaságban lehet elsősorban munkát találni maguknak az embereknek. Mindent megteszünk azért, hogy a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés az a korábbiaknál nagyobb támogatásokat kapjon. A több évszázados múlttal rendelkező kapcsolatot hogyan lehetne újra indítani hasonló tartalommal? Ich glaube, man ist schon dabei, dies zu tun. Ich bin jetzt kein. Sok ilyen kezdeményezés volt, főleg az ő nem Fakszentvég specialista, de az Fakszentvéggel kapcsolatosan már sok ilyen kezdeményezés volt, főleg a turisztikai vonatkozásban. Zahl der Tiere, der Produktion wird das auch ein sehr interessanter Punkt sein. Tehát egy fontos pont még emellett, a turisztika mellett a húsnak az értékesítése, az állatoknak az értékesítése, a húsnak az értékesítése, illetve a kulináris, a gasztronómiai vonatkozás, ami összehozza az embereket, különböző népek, különböző országok embereit. Tehát nagyon fontosak ezek az ilyen rendezvények, hogy az Fakszentvéget, mint egy a magyar szürke útját népszerűsítsük, mert ő is például Nürnbergből jön, Nürnberg városából, és 50 év kellett ahhoz, hogy megtudja, hogy létezett egyáltalán ez a magyar szürke útja, és ezért fontosnak tartja, ugye Nürnberg volt a végállomása ennek az útnak, és fontosnak tartja, hogy továbbra is népszerűsítsük ezt a témát, ezt a magyar szürke útját, az Fakszentvéget. A magyar szürke nagyon színes. Melyik a legizgalmasabb része? Ezelőtt 10 évvel azt válaszoltam volna erre a kérdésre, hogy amíg nincsen a fajta kellő létszámban jelen Magyarországon, addig az állattenyésztési, a fajta megmentési rész a legfontosabb. De hát köszönhetjük elődeinek az 50-es években, akik ugye szabotálták azt a feladatot, hogy kosztromai marhával felülkereskedjék a magyar szürke állományokat. Ennek az lett az eredménye, hogy a fajta megmentésének a bázisa az Hortobágy, és néhány évtized alatt a kihalással fenyegetett állatfajtából újra haszonállat vált, hiszen az itt napjainkban már kb. 7000 tehenet számlál az állomány, és az összes állatlétszám pedig meghaladja a 20 000-et. Ez azt jelenti, hogy ebből most már mindenféle portékák keletkeznek, tehát lehet tőkehúsként vásárolni a boltba, illetve szárazáruként messzebbre is el tud jutni. Ma már egészen más az embernek a hozzáállása, mégpedig azért, mert most már a piacra jutásnak a
az útjait keresi az ember, és rátalált a régi hajtóutakra, hiszen ott még emlékeznek erre a kiváló minőségű húsra, és nem csak a húsára emlékeznek, hanem minden olyan kultúrtörténeti emlékkel is rendelkeznek, ami összeköti ezeket a nemzeteket, hiszen a mai napon is ugye nem csak a magyarok, hanem a osztrákok és a németek, illetve a lengyelek is ezen a konferencián részt vesznek, ami azt jelenti, hogy ez egy jó európai ügyé vált. Van-e még hasonló projekt, amely ilyen hagyománnyal rendelkezik, mint a marha? Igen, a régi magyar állatfajták közül ugye most kicsippentettünk egyet, a magyar szürkét, és ennek ugye ágas-bogas történetét rajzoltuk meg, és ugye ez a történet most már egyre színesebbé, egyre terebélyesebbé válik. Tehát a régi magyar állatfajták közül akár a nóniuszlóat is előhúzhattuk volna, vagy a sertésfélék közül a maggalicát, vagy a juhfélék közül ugye a hortobágyi rackajukat, amelyik nem csak arról szól, hogy állattenyésztési történetet örökíthetünk meg vele, hanem annak ugye néprajzi részeit, néprajzi vonatkozásait, gasztronómiai vonatkozásait, meg egyáltalán a pásztorság, mint életforma is egymást erősítő ügyét. Ez elég szilaj, de amúgy nagyon könnyen kezelhető, nagyon értelmes. Magyar szürke, hát az mindenbe különleges a többi tűz. Tehát úgy maga megjelenésítő kezdve minden. Tehát a színítő, a szarváltó, minden. De úgy az egész tekintetük más. Ha valaki, akkor a pásztorember jól ismeri a magyar szürke szarvasmarhát. Kis János Gulyás például így fogalmazott. Szívós, mint a réti farkas, igénytelen, mint a szikifű, s hízlalhatod, szíjas marad, mint a vadnyúl. Ezek a tulajdonságai tették nagyon sikeressé a fajtát évszázadokon keresztül. Mi a kedvenc recept? Teljesen oda szövekeltem a szürke marha lábszár pörkölthöz, jó pásztor tarhonyával, egy kis savanyú uborkával. Én ebből nem nagyon engedek, ezt a család is jól terelárja. Mióta határoztad el, hogy a mezőgazdasággal szeretnél foglalkozni? Hát igazából már kiskorom óta érdekel ez a téma, de így komolyabban 2 éve foglalkozok így vele, szüleimmel és családommal. Látsz benne lehetőséget? Igen, látok. És hogyan szoktál tájékozódni a dologról? Nagypapáméknál, tehát nagyszüleimhez jár a kistermelők újság. Régebben azt olvasgattam, de most már interneten is utána nézek, és rendezvényeket is látogatok. És mikor szeretnél lépéseket is tenni az ügy érdekében? 2-3 év múlva már biztosan. Családon belül van-e kötődésetek a szürke projekthez? Magához a projekthez nem tudom, hogy van-e kötődésünk, de viszont keresztpapám foglalkozik szürke marhatartással.